Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, advent harmadik vasárnapján innen a Városháza díszterméből, és természetesen köszöntöm Sohonyai Edith írónőt és Tóth Tamás atyát is itt a díszteremben. A hét elején kiderült, hogy a korábban bejelentett rendelkezések nem enyhülhetnek, az egészségünk védelme érdekében továbbra sem lehet tartani nagyobb rendezvényeket, és a kiárási korlátozás is érvényben marad. A belvárosban azonban ezután is lehet sétálni nagyokat. Higgyék el, érdemes eljönni, megnézni a gyönyörű karácsonyfát a Városháza én vagy a Városház téren, hétvégenként mellette a bugó kis vonatot, a Betlemet a díszudvarban, és érdemes végignézni egyébként a díszkivilágítás fényeit, eljutni egészen az Icsiligetig, ahol egyébként a múlt hét óta egy közösségi közde, ö, kezdeményezés indult el. Tíz szép fenyőfa várja, hogy feldíszítsék a fehérváriak, hozzanak díszeket, jöjjenek el a gyerekekkel, jöjjenek a barátokkal, vagy éppen a családtagokkal, természetesen betartva azokat a rendelkezéseket, amik most a járvány időszakánban ránk vonatkoznak, és tényleg díszítsük fel együtt közösen ezeket a fákat. Reméljük, hogy a karácsonyra való készülődés napjaiban segíthetünk ezekkel a gyertyagyújtásokkal is, ezekkel a közvetítésekkel. A harmadik gyertya meggyújtása előtt hallgassuk meg Imre Krisztiánt, a Vörösmarty Színház színművészét, aki Pirinszki János gondolatait tolmácsolja nekünk. Pilinszki János, hitünk titkairól, részlet. Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Gyerekkorunkban éltünk így, vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre, és várakozásunk ettől semmivel se volt kisebb, erőtlenebb, ellenkezőleg. Nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás sem, mint szeretnünk azt, akit szeretünk, és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi meglepetés. Lehetséges, végeélhetetlenül várakoznunk, és megérkeznünk. Szakadatlanul utaznunk, és szakadatlanul hazatalálnunk. Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés, és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy karácsony a szeretet, és advent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik. És már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki haza készül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad. És mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől, szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb, legelviselhetetlenebb. A hetek, órák, percek, kattogó szemtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár. Köszönjük szépen, most pedig kérném Sohonya Edith írónőt, hogy mondja a gondolatait. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit az adventi harmadik gyertyagyújtás idején. Amikor gyertyát gyújtok, az számomra mindig olyan egy kicsit, mintha szülinapi torta gyertyát gyújtanék, és hát ugye a szülinapi torta gyújtás idején lehet kívánni. Mit kívánnék most ennek a gyertyának a meggyújtásakor? Én ma néztem egy filmet. És hát futottak előttem a képsorok, és azt vettem észre, hogy egyáltalán nem a sztori köti le a figyelmemet, hanem olyan dolgok, amikre eddig egyáltalán nem figyeltem, sőt, ezek nem csak, hogy lekötik a figyelmemet, de elérzékenyülök és sírok a filmen. Hogy milyen képsorok kötötték le a figyelmemet. A főhős nő bement egy irodaházba, ahol Kezet fogott a vele szembe jövővel. Aztán később találkozott a barátnőivel, megölelték egymást. Együtt elmentek egy koncertre, ahol több ezer ember egymás mellett ugrált és élvezte a zene ritmusát és ütemét. Teljesen triviális képekről beszélek, ami nem indokolja, hogy az ember sírjon rajta. De például elmentek egy zsúfolt, strandra, és kipróbálták a hullámmedencét. Ez akár vicces is lehetne, de nem tudom, hogy láttak-e már önök egy zsúfolt hullámteret, hogy hogy viselkednek az emberek benne. Amikor jön a hullám, és felfelé törekszik, pont úgy viselkedik benne a tömeg, mint amikor egy rózsa összeborítja a leveleit, majd amikor elvonulóba lesz ez a hullám, akkor az emberek alkotta gyűrű kinyílik, vagyis a rózsa széttárja a szírmait. Teljesen olyan, mint amikor egy levegőt, mély levegőt beszívunk, aztán kifújunk. Mit kívánnék ettől a gyertyától? Azt kívánom, hogy isteni léptékben mérve, ez pontosan egy ilyen beszívás és kifújásni idő legyen, most ez a beszívás, ez a karanténidő, erőt gyűjtünk azért, hogy amikor eljön a tavasz vagy a jövő nyár, akkor megnyílhassunk a szívünk is, a lelkünk is, pontosan a, úgy, mint az a rózsa, amelyik kitárta a szírmait. És együtt lehessünk, érinthessünk és ölelhessünk. Nem csak itt Fehérváron, de az országunkba, vagy bárhol a világon. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, most pedig Tóth Tamás atyát kérem, hogy ő is mondja el ünnepi gondolatait. Szeretettel, tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket, programba bekapcsolódókat. Mielőtt elindultam, olvasottam a híreket, és szomorúan olvasom, hogy Németország lezárásra készül, Ukrajna lezárásra készül, mert hogy nem nagyon akar csökkennek a vírusnak a terjedés, és volt bennem egy ilyen nagyon fura érzés, hogy ide fogok jönni a koszorúhoz néhány óra múlva, és a harmadik gyertyát fogjuk meggyújtani, amely egy rózsaszínű gyertya, mert arra hivatott, hogy enyhítse az advent időszaknak a magába fordulását, bűnbánatát, hiszen ennek a mai vasárnapnak a latin első szava úgy hangzik, hogy gaudéte, örüljetek. És olyan milyen furcsa ilyen hírek után ideállni, és ezt a vasárnapot meghirdetni, hogy örüljetek. Aztán az adott enyhület, hogy jöttem most ide a díszterembe, és a városház udvarán keresztül jöttem, és a Betlem körül nagyon sok kedves kisgyerek, és mosolygós arcú, felnőtt, és kíváncsiskodó, pici gyermek tájékozott a Betlehemmel kapcsolatban, meg örült az ott lévő alakoknak. Ez enyhítette ennek a szomorúságát, úgyhogy merem mondani, hogy örüljünk és örüljetek. Lehet, hogy ez a karácsony egy picit csupaszabb lesz, mint hogy eddig szokott lenni. Az én életemben most már évek óta egy picit csupaszabbak a karácsonyok, szándékosan, és ez megadja azt az örömet nekem, vagy azt a látásomat, amit egyébként nem tudok megélni, mert az ünnepnek képes a fénye, a kellékei ezt a belső örömet elhomályosítani, hogy meglátom a lényeget, vagy lehetőségem van meglátni a lényeget hogy amikor a saját életemben azt megtapasztaltam, hogy a karácsony csupaszódik le, és ott marad az Isten, és akkor én mit kezdek ezzel az Istennel? Szóval az is eszembe jutott, hogy mi van akkor, amikor az Isten kezd el lecsupaszodni. Hogy karácsonykor egészen csupaszon születik meg az Isten. Ruha sincs rajta. Úgy kell, hogy bepújálják. És nem is tud adni igazából semmit. Azzal, hogy megszületik, nem lesz könnyebb Máriának az élete egy picit sem. Józsefnek sem lesz könnyebb az élete. A pásztoroknak sem lesz könnyebb az élete. Sőt, utána jönnek majd a kihívások. Hogy az Isten nem valamit ad, hanem saját magát adja. Aztán eszembe jut, hogy az emberi kapcsolataimat, ha lecsupaszítom, és számomra fontos emberektől le tudom venni azt, amit adnak, és maradnak ők maguk, akik valójában, hogy akkor nekem mit jelentenek ezek a kapcsolatok. Mert hát néha nagyon könnyű akár az Isten kapcsolatban, akár az ember kapcsolatban úgy benn maradni, hogy az lesz fontos, hogy mit ad az Isten, és nem maga az Isten lesz a fontos, vagy mit ad a másik, és nem is a másik lesz fontos. Lehet, hogy ez az időszak, amely egy csomó dolgot elvesz tőlünk, segíthet a lényeg látásban. És akár az Istenben, akár a másik emberben megláthatunk olyan dolgokat, és megtapasztalhatunk olyan dolgokat, ami ő maga, és nem az, amit ad, vagy amit várunk tőle. És nem valamiért szeretjük, hanem azért szeretjük, mert ő van. Úgyhogy örömmel fogom mégiscsak meggyújtani ezt a harmadik gyertyát, ami a színével is jelzi ezt az örömet és ezt a vidámságot, és kívánom minden kedves ünnepünkbe bekapcsolódó, kedves nézőnek, hogy ez a csupasságot meg kell élni, legyen bátorsága nem feltétlen pótolni, amit amúgy is nehéz, hanem megengedni azt, hogy lényeglátóvá váljunk és legyünk. Akár az Isten tekintetében, akár egymás tekintetében. Adja meg az Isten ezt az örömet mindannyiunknak, és ennek az újra felfedezésnek a csodáját. Ezekkel a gondolatokkal gyújtsuk meg a gyertyát. Köszönjük szépen Tóth Tamás most pedig gyújtsuk meg közösen a harmadik adventi gyertyát is. Köszönöm szépen, kedves nézőink, önöknek is köszönöm szépen, hogy velünk tartottak és velünk töltötték ezeket a perceket. Ha tehetik, mindenképpen jöjjenek a belvárosba, vásároljanak a nyitvatartó árusoknál, apró ajándékokat, akár finom mézet is. Figyeljék a közösségi oldalainkon a különböző híreket, a Fehérvári Programszervező Kft. oldalán naponta lehet látni azokat a produkciókat, amiket egyébként a korábbi években kisovodás, illetve kisiskolás csoportok műsoraiból válogattunk és rögzítettünk, illetve hétvégente pedig a korábbi években Fehérváron fel Lépett művészek egy-egy műsorszámát is meg lehet nézni. Itt a televízióban pedig jövő héten vasárnap, tehát egy hét múlva várjuk önöket, pontban 17 órától, amikor meggyújtjuk itt a Városháza dísztermében a negyedik adventi gyertyát. További szép estét kívánunk mindenkinek, viszontlátásra!